Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Hogyan tovább? Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Meriadé számára. Kedves Meriadé, üdvözöllek téged, ahogy érzem a leveledből, kicsit boldogtalan vagy, ami a munkádat illeti, vársz a lelki társadra, és szeretnéd tudni, hogyan tovább a munkát illetően, a párkapcsolatot illetően is, és ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. Ez a középső kártya. Az mindig valami fontosat közöl. És itt látható a lelki társad. Te érzed azt is, hogy ez egy ikerláng szerelem. És ahogy itt látható, ő átnyújtja neked ezt az arany kelyhet, ami az érzelmekre utal. Tehát ez a szerelem nem egy oldalú, hanem ez azt jelenti, ő is szeret téged, és el fog jönni az idő, amikor kimutatja az érzelmeit. Ahogy ez a király mutatja, átnyújtja ezt neked. Bíz ebben a szerelemben. És most megtekintjük a következő kártyát. Nézd meg ezen a képen ezt a királynőt. Ő uralkodik a tűz eleme felett. Mutatja bátorságát, a lelkesedését és az érzelmeket is, a testi közeledést, mert ez utal a vágyakra is. Te vagy ez a királynő az ő szemében, mert ő így tekint rád. Tartsd meg ezt a büszkeséget, de amit te nem veszel észre, azt mutatja ez a kártya. A királynő úgy előre tekint, nagyon bátran és büszkén. De ott van mellette a fekete cica, ami szimbolizálja a hamisságokat. Ezt nem veszed észre a környezetedben, de ez utalhat az ő környezetére is. És akkor tudhatod, hogy miért olyan visszahúzódó. Én úgy mondanám, hogy ő ezt átélte a múltban, és nagyon óvatos. Fél egy közeledéstől, fél egy párkapcsolattól. Ennek ellenére szeret téged, erre utal ez a kehely, és bámulja, csodálja a külsődet, a fellépésedet, a bátorságodat, mint egy királynőt. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kártya utal a munkahelyedre. A 8-as szám azt jelenti, hogy itt van egy húzavona. Amikor a bal kéz nem tudja, hogy mit csinál a jobb kéz. És így te fogva érzed magadat, mert mások döntenek helyetted. Egyszer ide kell menned, aztán oda kell menned, és nem tudod, hogy védjed magadat. Azon is elgondolkozol, hogy változtatsz valamit a munkán. De itt is megvan ez a belső feszültség. Tegyem vagy ne tegyem. A mai gazdasági politikai helyzetben nem könnyű most munkát változtatni, mert szerintem mindenki örül, akinek biztos munkahelye van. Ez így fogva tart téged. Holott megvan ez a belső igény arra, hogy a hivatásodat élj. A kép azt mutatja, hogy tekints befele. Ne azzal foglalkozz most, ami úgy körülötted van,
hanem keresd a belső nyugalmadat, és hallgass a belső hangodra. Mit sugall számodra az intuíciód? És tedd át magad a félelmeken. Most megtekintjük a következő kártyát. Ezen a képen láthatóak az érmék. Ez utal az anyagiakra és a munkahelyedre. Itt vannak igazságtalanságok, az egyik mindent megkap, a másik ebből egy keveset, a harmadik, a negyedik pedig semmit. Azt jelenti, hogy te nem érzed jól magadat a munkahelyeden, mert minden olyan igazságtalan. Azon kívül nem fizetnek jól. Azt is jelentheti, hogy kevés megbecsülést kapsz. Én úgy mondanám, hogy mindkettőt átéled. Keveset fizetnek, és nincs megbecsülés. Most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kép még mindig a munkahelyedre utal. Te fogva érzed magadat, mert nem tudod, hogyan tovább, milyen irányba kellene tekinteni. Vannak félelmek is. Amire ez a mély utal, ott van ez a petróleum lámpa, ezek a nehézségek a munkahelyen. De felül van a fény, a lehetőségek, és megvan arra a lehetőséged, hogy valamit javíts a helyzeten, és itt lesz egy munkahelyi változás. De azért ne siessd el a dolgokat, hanem akkor változtass a munkádon, ha megvan a párkapcsolat területén a biztonság, mert ez egy jó háttér, és ha biztos vagy abban, hogy az új munkahely neked jobban tetszik, és megvan az anyagi biztonság is. Most megtekintjük a következő kártyát. Ezen a képen látható ez a torony, ahol te fogva érzed magadat, és utal a munkahelyedre. De itt minden felég, tehát lesz egy munkahelyi változás. De készítsd ezt elő, legyen egy terved, ne siessd el a dolgokat, hanem először is gondolkodj el azon, hogy milyen irányba legyen ez a változás, mi a hivatásod, mit tudsz ennek érdekében tenni, tehát készítsd ezt elő, legyen egy terved, és ha biztos vagy a dolgodban, és én úgy érzem, a szerelmi kapcsolat kihat rád, és ha ott is megvan a nyugalom, és érzed, hogy ti összetartoztok, akkor eljön az ideje ahhoz, hogy te változtass valamit a munkahelyeden. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kép itt bal oldalon mutatja a jövődet. Itt minden rendbe jön. A 10-es szám utal egy új kezdetre, amikor egy új periódus kezdődik meg az életedben, jó anyagi körülményeket jelentenek az érmék, és a kép mutatja a rendet. Tehát minden rendbe jön körülötted. Nem csak a munkádat illetően, nem csak az anyagiakat illetően, hanem utal a párkapcsolatra is, mert ezek az érmék mutatják a föld elemét, és ezek a reális dolgok. Tehát egy álom megvalósul. Azon kívül az érmék jelentik az értékeket, a belső értékeket is, és ő szeret téged, rendbe hozza a dolgait, és visszatér hozzád, lesz itt egy tartós párkapcsolat,
egy munkahelyi változás, és amit ez a kép még mutat, jó anyagi körülmények. Kedves Maria D., így tudtam megválaszolni a kérdésedet. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!